Sziasztok, köszöntelek benneteket csatornámon, én Karabi vagyok, és ma egy egészen másfajta játékkal fogunk játszani, mint amit tőlem megszokhattatok. Ez egy második világháborús, lövöldözős, katonás, mászkálós játék. Én a szövetségesekkel vagyok, John Taylor nevet kaptam, és kettes szintén jutottam el, ugyanis egy olyan 20 percet kipróbáltam a játékot, hogy ne legyek teljesen analfabéta, hogy mégis hogy működik, és mit kell benne csinálni. Hát nézzünk is egy csatát, addig elmondom az első benyomásokat a játékkal kapcsolatban. Egy picit olyan, mintha mondjuk a múltban lennék, és egy olyan 10 évvel ezelőtt játszanék ezzel a játékkal. Nincs egy sztoria, hanem annyi, hogy fel lehet csatlakozni más online játékosokkal. Együtt általában egy 12-es csapatokban lehet elfoglalni, illetve kell megvédeni területeket, objektumokat. Mindig kapcsolódik a játék, kétszer vagy háromszor próbáltam, mert nem csak próbáltam, hanem mentem is ténylegesen csatába, kipróbálva, és hát itt volt egy-két falu, amit bevettünk, elfoglaltunk. Kicsit olyan egyszerűcskének tűnik a játék, mintha csak egy ilyen early access, ilyen kis könnyű játék lenne, de valójában nem, hanem egész jól kiforrott. A grafikája is egy kicsit régiesnek mondanám, de nincsen vele semmi gond. Na most adott egy új pályát. Úgyhogy nem tudom ebbe az ellenség hol lesz, mit kell csinálni. Nem olvastam el. Megyünk a többiek után. Ezek a kékek vagyunk mi. És akkor ott van, hogy atak. És oda kell menni, és azt kell támadni. Na hát itt úgy látom, vannak ilyen előre kiásott árkok. Vannak ilyen pontok, ahol lehet lőszert magunkhoz felvenni, és lehet gyógyítani magunkat. Eddig, amivel én harcoltam, nem volt túl nehéz. Becélzod, lelövöd, hopp, nyomát, igen. Kicsit közel van az ellenség. Hát ennyi, talából. Jössz, mész és mentelsz. Nem célszerű bejönni egy ilyen helyre, ahol jobbra-balra és gyakorlatilag 360 fokba bárhonnan támadhatnak rád. Láttam ott valakit fölrohanni. Eddig kint a szabadban harcoltam, most ez egy kicsit szűk nekem. És teljesen is ismeretlen az egész pálya. Nézzétek el nekem, hogyha nem leszek túl jó benne. El lehet venni a másiknak a fegyverét is, de nekem ez teljesen jó. Tehát ehhez kaptam egy fejlesztést is. Annyi, hogy többet tudok magammal hordani, több lőszert. Hát igen, kell itt rohangálni, támadni, védeni, itt lehet lőszert felvenni. Nem nagyon látom az ellenséget. Se tudom pontosan, mit jelent, hogy itt prüttyög nekem. Prüttyög, prüttyög, ott van. Megszórom. Megsózom. Nem mehetünk itt a többiekkel, támadunk. Veszük be a területet. Hagyjál egy kicsit, bejött a nagy kapu. Áú, de körbe lőttem. Azért csak elhasadt. Nem veszük fel ezt a gépfegyvert, mert nem vagyok vele megelégedve. Egyszer fővettem, kipróbáltam, nagyon nagy a range, nagyon szór. És kicsi a sebzése. Ez valahogy jobban bejött nekem. Kevesebbet lehet ugyan lőni vele. De van benne járművek is. Nyilván fejlettségi szint kérdés. Hoppá, fokker. Hogy mit tudok használni, és mit tudok lehívni a játékban. Egyébként a járműveket nem próbáltam ki. Szia, te mit csinálsz itt a sarokban? Próbált engem megölni. Hát így járt. Hello. És kaptam egy szintet. Elég jól osztok. Hoppá! Azt a mindenit, hogy elcsapta. Hát tehátok, mekkorát repült. Na, ez vicces volt. Ketten vagytok, gyertek. Gyertek rá. Egy. Ott van mellett a második. De mit csinálsz? Ki akarod dönteni a fát? Ki az, mire ütsz?
Egyet nem szabad csinálni csatába, hogy egy helyben állok egy nyílt terepen. A minimum, hogy el kell bújni valahova. Védeni a hátamat. Egy oldalról, illetve csak szemből jöhessen a támadás. Akkor vagy úgymond fedezve és biztonságban. Menjünk, haladjunk előre, úgy látom itt van a front. Menjünk előre. Ah, te van a bácsi. Szia! Hogy tűz? Hát ez elhasad. Igen? Jól nézésen van, mintha ilyen nagyon kezdők ellen játszanék. Lehet, hogy most le fognak lőni, de eddig nem túl sokszor találtak el. Én aztán én tényleg nem vagyok egy nagy lövöldözős henterős. Láttátok az eddigi játékokat. Tűz alapokkal tisztában vagyok. Puskának melyik felével kell lőni. Tölteni. Érdemes folyton mozogni, hogy ne tudjanak eltalálni, mindig legyen kell a táv. Hát te mit csináltál itt volna? Na? Én fekete fehér, mondjuk ezt se tudom. Hogy ez most jó vagy rossz? Hoppá, hoppá, hoppá! Azt hiszem, hogy kicsit. Sokan körbevettek. Akkor azért, mert itt voltam meg szint az ellenség a köreiben. Azért meg visszajöttem egy szint. Valaki lelő. Aha, csaptak. Na hát, ezt is megtapasztaltam. Skip. Hogy kell újra leszületni? Oda. Támadás, előre, gyerünk. Ti mit csináltak itt, fiúk? Hm? Beszélgettek? Jaj, de jó kis bicikli. Oké. Okay. Tudjátok. Épületek is képesek vagyunk a csatát még nyílni. De azért jó lenne, ha részt vennétek benne. Minimum fedezékbe, így az árokba. Nem jöttem, hogy jöjjön el elbúgolni. Ajaj. Ajaj, vesztésre állunk. Futi-futi. Tyú! Valaki rám lő. Iha. Szentős, mint a lőnél. Nem lehet ezt a palasztot szétlőni? Nem. Rövites lett volna a főrobban. Na hát ezekre gondoltam, amikor azt mondtam, egy kicsit olyan, mintha a múltban lennék. Hogy úgy nem jól lehet a játékban csinálni. Nem lehet rombolni, nagyon nem robbannak fel a dolgok. Nek sok lehetőség, ez már lesz. Ez itt nem akarja lelőni. Jöjjön vissza. Na, valami történt. Vagy nyertünk, vagy veszítettünk. Igen. Oké, gratulál nekünk, 3-as szintre léptünk, szuper. Wow, most már tankkal is tudunk menni, királyság. Tank, igen, püsgranát, stb. Na, ez egy győzelem volt. Igen, veterán tagságot kaptam, ami 24 órára szól, és gyűjtöttem némi nemi kis kreditet, 124 ezer. Ezekből a kreditekből lehet, hát én úgy vettem észre, hogy upgrade-elni és dolgokat megvásárolni. Kézigránátunk van, azt úgy látom vehetnék, hát vegyünk 9002. MKIIIA1 vagy offenzív gránát, wow. Vehetünk kézi fegyvert is, taktikai. Nem kell, szerintem ez nem. Ez micsoda? Azt mondja, hogy fegyver upgrade. Ez viszont jó. Nem ezt akartam, nem ezt akartam, ezt akartam. Itt van a katonánk, és itt van ez a félautomata fegyverünk, és lehetne itt upgrade-elni. Illetve javítani. Azt mondja az állapota, hogy jó. 8 kreditér meg tudom javítani. És 53 kreditér. Az upgrade-et azt úgy most nem ajánl föl nekem. Viszont itt vannak ilyen dolgok. Még ezekre pontosan nem jöttem rá, hogy mire valók. Itt mutatja a pontosságát, a szórását.
és itt fejlesztettem, hogy nem 71, hanem 152, vagy nem is tudom mennyi volt, a fele volt akkor. Hozzátok el kettővel, tehát most egy dupla adag mennyiségű lőszerem lehet. Hogy ez micsoda? Hát nem tudom, mindegy. Szerintem, hogyha fejleszgetem, attól csak jobb lehet. Nem? De. Na, ő vagyok, John Taylor, 820. Igen, 825 ponton van, és 3-as szinten állok. Na hát, menjünk egy újabb csatába. Most nézzünk, First Encounter, Capture and Hold, nézzünk egy ilyet. Mindig kapcsolódik a csatához, megvárja, míg van 12 plusz 12, tehát összesen 24 játékos, 12 az egyik csapatban, 12 a másik csapatban, aztán gyapjuk egymást, és akkor is szépen haladunk. Akkor első próbáltam, még talán itt voltunk, most meg itt szépen haladunk befelé, és igazából foglaljuk el itt a területeket. Ja. Jó, hát meglátjuk, amint csatlakoztam, folytatjuk. Na hát azt, amit kiválasztottam, azt a pályát, azt nem talált nekem való partnerokat, egész egyszer itt ültem, hogy 5 percen keresztül ez csak searching volt, hogy visszaléptem és kiválasztottam a következő pályát, meglátjuk, hogy mit fog nekünk most beadni. Meringen, vagy hogy ejtik, nem tudom, valahova ide megyünk akkor most. Jó, hát itt is, na itt látjátok, hogy hol az egér, és meg az, itt az egér, hogy ezek vagyunk mik, a szövetségesek, ők pedig az oroszok. A játék elején ez kimaradt, amikor elindítottam először, akkor lehetett választani ugye a szövetségesek, az oroszok és a németek között. Ugye ez a második világháborúban szól, hát ők voltak hárman a nagy hatalmak, akik hát vívták a nagy csatát. Úgyhogy én most a szövetségeseket választottam, majd később kipróbálom nyilván az oroszokat is, meg a németeket is. Más a fegyverük, más az egész mentalitásuk, úgyhogy érdemes kipróbálni a játékban. Azt nem tudom, hogy mennyit fogok vele játszani, illetve hogy mennyi tartalmat készítek, majd meglátjuk. Most ezt a 40-valány másodpercet megvárjuk, aztán csata! Visszaszámlálás megkezdődött, 3, 2, 1 és indulás. Itt fogunk kezdeni. Igen. Szóval meg kell védeni az objektumot. Meg kell tartani. Na, itt lehet gyógyulni ennél. De biciklizni nem tudom mire jó. Valószínűleg biciklizni most nem fogjuk kipróbálni. Ott is vannak a terítvenség. Kicsit megszívoljuk őket. Nekem mindenhonnan jobbra, balról, szemből, majd idővel ezt kicsit szétszorolnak. Hoppá! Hátról szerintem meglökött, mert ott az egész egyet, pont amikor céloztam, és ez nem volt a legjobb pillanatban. Igen, így figyelni kell, mert... Tekire várt, itt vagyok. Hát ez hát. Szeretem egyébként a másik fegyverüket, nem ezt a géppuskát, de egész pontosan lehet vele lőni. Találok olyat, akkor fölveszem, csak az, hogy megmutassam milyen. Akab, nem üt akkorát, és egész pontos. Hát nem szoktam, hogy egy célpontot elkezdek lőni és másikra váltok, de ez közelebb volt. Egyébként úgy érzem, mintha nem látnának engem, vagy nem tudom, vagy másra koncentrálnak, mert... Na, az szépen lesz itt a társam. Hello! Ez jött, azt ennyi. Na mindegy. Nem túl nehéz a játék. Mondom, nekem ebben nincs gyakorlatom, én ilyen nem szoktam játszani. De talán a Call of Duty volt valamikor... Tudom, hogy 6-8 éve ezelőtt, amikor hasonlóval játszottam. Meg a Call of Juarez. Jó, az más, egy kicsit az más világban játszódik.
második világháborút nem is tudnék most itt hirtelen mondani, hogy mivel játszottam valamikor is. De ezt most kedvem támad kipróbálni egy kicsit. Lövöldözünk itt. Erre voltam kíváncsi, hogy itt van még a gránátmező, vagy ez a rakéta lett. Hello! Nem jött be. Mögéjét ment. De lehet, hogy ilyet mégis csak elpusztítottam vele, mert hárman voltak. Átveszik. A cél az olyan sokat, lőjél inkább, jó? Sokat célzol, akkor addig lelőnek. Na itt van a fegyőrök, ezt most próbálom, illetve megmutatom nektek, mert én már kipróbáltam. A célzókája is kisebb. Láttam, ott futott el a ház mellett. Én kis finom tompa kipróbálás. Ja, hogy én közelről. Aha, oké. Okay. Egy rossz állapotban vagyok volna ne gyógyulni. Nem vagyok a sűrűjében, igen csak. Az ellenség bázis kellős közepén. Uha, nem sok lőszerem. Már volt kicserélni. Még erre jut. Előjön. Hú, de sokat kibírt. Na ide tudunk jönni gyógyulni. Akkor gyógyítsuk magunkat. Nem lőnek addig rám. Oké, most kell szerezni fegyvert. Hú, ezt nem szeretem, de addig, amíg nem találok, jobbat jó lesz. Most nem tárat cserélek. Itt van jobb, eltűnik? Eltűnt, mire odaértem. Ja, gyorsan eltűnnek a fegyverek, úgyhogy ha valami kell, akkor arra le kell csapni gyorsan, mint gyöntjük a takonyra. Ó, nem is olyan rossz ez. Csak ilyen félautomatába kell használni. Aki rám lőtt. Lehet egyébként menni épületekbe is. Pont, hogy annak az ajtajába álltam meg, ahol nem. De ne rám lőjél. Követséges vagyok. Legalábbis mentem már, itt például be lehet menni épületbe. Hát sok minden nincs. Én is tök üres az egész. Nagyon nem lehet tápolni se, lootolni se semmit, úgyhogy sok értelmét nem láttam. De azért bejövök is, amit esetleg arra, hogy ide fölállok, és akkor innen föntről jobb célpontot nyújtok mindenkinek. Na, jó, volt olyan messze, el se látod a fegyver. Na, hát szerintem megint győztünk. Na, nézzük a eredményt. Victory, szuper. Ja, lehet a játékban venni extra dolgokat pénzért. Különösebben nem érdekel a dolog, mert ezt csak így kipróbáljuk. Na hát 25 ezerért tudnék venni ilyen kis kézi fegyvert, illetve valami super machine gun-t. Engem majd ez a semi-automatic fog érdekelni, az M1-es M1-kalás. Nem tudom, mi a különbség egyébként a kettő között. Nézzük, tudunk-e valamit rajta upgrade-elni. Hát tudunk, el van 114 ezer, úgyhogy lehet érdemes lenne. Ez például, nem most nincs meg. Oké. Oké. Hát megveszünk hozzá pár dolgot, aztán biztos jobb lesz. Szeretem ezt a fegyvert, úgyhogy költök rá. Hát gyakorlatilag el is költöttem az összes pénzt. Ó, különböző jaj, de baba! Ez a faberakás, ez nagyon alap, ez tetszik, ez egész jó, ez egy kicsit sok nekem, ez a gangsteres. Na ez viszont tett. 142 ezer, akkor jó helyen van, egyelőre ilyenekkel nem foglalkozunk, jó lesz nekünk az alap. Jó, akkor battle. Vagy egy gyors csatát, vagy haladjunk itt tovább. Az előbb ezt a first encounter-t próbáltam, nem engedett, vagy a capture and hold-ot már nem tudom valamelyiket, nem csatlakozott föl most. Rákattintottam a másodikra.
aztán meglátjuk. Igen, erre megint nem csatlakozott föl, úgyhogy megyünk, haladunk előre. Úgy látszik, hogy mindig az oroszokkal, vagy hát most éppen az oroszokkal tett össze, és hogy ebben a csatában én egészen jó kis rangban helyezkedek, legalábbis a többiekhez képest. Na, foglaljuk el a területet. Nem jöttök? Mindig van egy kettes látsz, akit hátul hívecol. Számomra ez a csata talán nem annyira fontos. Ja, ismerős ez a hely. Itt volt az, amikor elkezdtem a videót rögzíteni, az első csatánk. Ugye aztán utána a másik helyre dobott be. Ez egy kicsit szűkebb. De lehet, hogy jobb lenne inkább a gépfegyver. Mert azon, mert én most vagyok, az inkább jobb távolságú. Akkor hogy feküdt el le? De lehet feküdni benne? Hogyan lehet lefeküdni benne? Még a guggolásra találtam meg. Jaj! Hát ettől most egy picit megijedtem, hogy hova esik. Azt hittem, hogy tabrába esik. És az a háború van fölöttünk, Úristen. Lehet, hogy egy kicsit hangos a játék, most nézem. De vagy ennek egy simán besétáltak mögé. Oké. Ha leáll a híd, azt leszek vissza a hangerőből, mert szerintem rettenetesen hangos. Hú, ezt elég is vettem észre. Tehát is... ez nagyon jó lesz. Ez való nekünk ide. Közel harcra. Ugye nagyon kevés lőszer van benne. Lehet, hogy megszívjuk, akkor inkább vissza. Most nincs sokkal több. Na hát a kis fegyveremet azt úgy látom, hogy elhordtam. Mert ezeken az ajtókon kiment. Csak kitaláltam a szabadba. Mondjad, haver. Szeretnél. Ebbe több lőszer. Hát nem sokkal. Nem baj, kipróbáljuk. Kíváncsi vagyok rá, milyen. De olyan, mint a Thompson. Te mit csinálsz? Ejha, kicsit megszóltam. De jó. Félig üres fegyverekkel harcolok. De kicsit úgy látom, hogy körbevettek. Én valami olyan fegyvert szerez, aminek van is lőszere. Egy éppenséggel elmehetnék tölteni. Sokkal több 54. Hát láttam. Állj, pont töltöttem. Vagy nem úszod meg. Mondtam. Követte a fegyverét. Én a nagy csapaik, fiatalok. Uvaj, mennyien vannak, hagyjad már. Na jó, jó lesz a fedezékbe vonulni. Így van a réd. Cseréltem, az rosszabb. Vissza. Nem rosszabb, csak keves lőszer volt benne. Igen? Te voltál? Nézd, nem találom el. Ezért kell mindig mozogni. Hogy ne találjanak el. Mondom, én azt megállok egy helybe. Nem tudj könnyebb célozni. Ugye? Uaj! Az komoly volt, köszi. Az komoly volt. Hello.
Á, itt jönnek a srácok, itt jönnek, itt jönnek. Hittem valaki hátba akar támadni, azért az csúnya dolog lenne. Annyira mókás. Kiesünk, mert se végzünk. Nézem itt a felső csíkokat, elég jól állunk szerintem. Valaki ott a bozótba, átván! Ez a rossz katona. Elóka! Tudod, hogy így nem mutatja, hogy mennyi rőszer van benne. Hát ezen értem megkicserélni. Ilyenkor elveszik a fegyverem? Mondom, ajaj. Aztán nem tudtam felvenni. De ez csak nagyon hat lőszer van, ami nem túl sok. Tényleg? Hogy jön? Célhoz és lőj. Na, hol vagytok? 115 méterre oda kell menni, azt kell megvédeni. Talán. Futi, futi. Ha mi nem vagyok teljesen tisztában azzal, mit, mikor, mit ír, mint azt jelenteni talán, hogy 8 kék és 5 piros van. Piros az az ellenség. Lehet volna rázumolni, csak itt simán lelövöm. Terület elfoglalva. Mögötted senki. Na, hát... győzelem. Na, ez egy ilyen játék. Ki kéne próbálni azért a tankokat is. Meg van Jipó benne. Ugye megnézzük, mi van benne egyébként, mert... Aj, 4-es szint, köszönöm, és kaptam 5000 kreditet. Nem túl sok. Ezzel a fejlesztések ennél kicsit izmosabbak. Na, új csata típus és új térképet oldott fel nekünk. Képesek vagyunk, igen, következő térképet. Kutor, Hill 60, Summer, Reach. Igen. Mondod sok újat. Hát megkaptuk ezt a talán láthatatlanság érmet, vagy nem tudom. Bronzérmet kaptunk. Nagyon jó. Szintet léptünk. Szuper. Itt vagyunk most már 4-es szinten. Ugye 2-esen kezdtünk. Az viszonylag egyszerű volt, mert egy-két csatát mentem is már elértem. Na most azt akarom nektek megmutatni, hogy... Hol vannak? Láttam pedig. Itt vannak a járművek. Na, van benne ilyen truck. Aztán ilyen. Lánctalpas, úristen, mik vannak még itt. Ilyen két éltű talán? Ha jól látom, hogy ilyen csónak alja van. Meg a fegyverek. Hát fegyverekből, mik vannak. Lángszóró, az igen. Aha, teljesen automata. Szuper, na ez jó lenne, 120 ér. Ez jó lenne, mi kell még hozzá, azon ki, hogy 120 ezer? Hát elköltöttük ugye ennek a fejlesztésére, az előbb mindent felnyomtam. Ja. Tomzan itt van ezzel előttünk az előbb. Ez volt az ellenségnek. Ilyen fegyvere volt? Lehet volna többféle Tomzan, csak annyit láttam, hogy Tomzan. Az igen, de jól néz ki ezek a jó kis vadnyugati. Jézus, mi ez? Ja, nem is olcsó, 350 ezer. Na, menjünk még egy csatát gyorsan, jó? Most egyre több itt a lehetőség. Quick Battle. Haladjunk előre. Na, be is töltötte nekünk. Remélhetőleg nem még ott töltöget egy picit.
Hát ennek a videónak tulajdonképpen ennyi a lényege, hogy kipróbálom a játékot és az első benyomásokat elmondom, és feladom nektek a kérdést, amit majd megjegyzésben megírhattok, hogy érdekel egyáltalán benneteket ez a játék, vagy valami hasonló típusú játék, és hogy melyik. Mert hát azt nem mondom, hogy nagyon magában ragadott, de azért úgy el lehet vele bohóckodni egy kicsit úgy, hogy ilyen kis, hát majdnem azt mondtam, ilyen kis csilles nyugodt lövöldözés, de nem, mert azért háborúról van szó. Nagyon tét nélkül igazából itt lövöldöz az ember. Na ugorjunk ezt a 70 másodpercet. Talán ezt mondanám a játék egyik igazi gyengeségének számomra, hogy most itt ülök 70-80 másodperceket, és nem tudom pontosan mire várok, mert tényleg megvannak már a játékosok, fölcsatlakoztak. De... nézzed, de lehet biciklizni, hát ezt ki kellett próbáljam. De jó... most én ilyen invisible vagyok? Most engem nem látnak? Hogy biciklizek? Hát ez nagyon ott van. Sziasztok! Betekerem magam a csatába. Nagyon ott van. Hopp! Elugrottam a bringára, és megáll. Standard nélkül megáll. Tehát jó volt ez, tetszik. Valaki lő rám. Mégis hogy képzeljétek? Magyom ezt szó nélkül. Ott van. Megúszta, én meg innen jövök rá. Egyébként, ó, hogy itt ilyen nagy fal van. Aha. Akkor nem sikerült. Szerintem azt a házat meg fogom tudni kerülni és hátba kapom. És te? Oly, mennyien vannak ott. Sziasztok! Ah! Nagyot kaptam oldalról. Tőled. Hát ide beállt, aztán szépen megvártam, amíg besétálok. Kicsit gyógyítom itt magamat. Nem sokat kell, csak kettő van, ennyi. Hát de mégiscsak jobb úgy menni, hogyha teljes erőtejében van az ember. Ja, az két. Bocsika. Azt nem tudom, le lehet egymást lőni. Nem volt rá példa nagyon, hogy lőttem volna a másikra. Szerintem nem. De hát most is keresztbe lőttem. Lehet, hogy csak nem hatott rá. Basz. Szia! Hoppá! Találsz el, minek össz? Hát de eltalálok. Nem egészen értem, lőttünk egymásra, aztán elfelejtett, hogy itt vagyok. Nem, ez volt az. Hát ez nagyon ott volt. Esételtem az ellenség bázisába, és kinyitottam őket. Előttem vagy lebukott? Na nem mindegy. És ha megnézem. Aha, előttem. Tudom a fegyvere. Hát tőszerem az kezd fogyni. Életem az fullos ezzel. Nincsen gond. Hello. Nézzünk körül itt hátul, ott van valaki, ott szaladgál. Pács! Fejbe lőttem. Ez viszont egész jó kis fedezék innen. Ez ott halott? Szerintem az. Innen jöttünk, onnan szaladtunk be.
Aj, de jó cikázna, ez viszont ügyes játékos. Volt, amíg le nem lőttem. Hát csak így egy kicsit unalmas, csak nagyobb az esély, hogy túlélem. Szépen bebújok. Na, nem nekem való ez. Unalmas. Menjünk, harcoljunk. És nem tudom, mennyire érdekes nézni egy ilyen játékot, amikor itt lövöldözök. Írjátok meg, hogy játszak-e ezzel egyáltalán, mondom, vagy valami hasonlóval. Hát ezt most kipróbáltam. Mert nem mondom, hogy túl bonyolult. Nem tudom, melyiket lőjem, mert annyian vannak. Ja? Szerintem nélkül egyiket sem fogom. Lehet egymást lőni, ezt szerintem belindul. Jövök ide, itt sokan vannak. Már csak 14 lőszerem van, kéne szerezni valakitől. Lelőttem az előbb, elveszem a huzonyját. Na vagy ebben olyan kevés lőszer van. Csak úgy a lőszertelenetben szerintem kiszedni. Hello! Azaz! Na, én azt mondom, hogy... mit mondok? Azt mondom, hogy ez is egy jó csata volt. Könnyű. Kéne már valami izmosabb ellenség. Megnyerünk ki gyakorlatilag mindent. 4 csillagos, ez igen. Az igen, tankelhárító fegyver. Hát nem fogom megvenni. Hát így lehet fejlődni szépen a játékba. Kéne egy kis pénzt gyűjteni. Most nem nagyon kapom a pénzt, az elején egy kicsit jobban, elég hamar lett 120 ezrem. Nem tudom, mennyivel kezdtem, lehet, hogy volt alapból 100, nem emlékszem. De nem nagyon jön a pénz, most úgy vettem észre. Akkor kaptam, amikor szintet léptem. Ez meg, azt mondja, hogy in order to find war, ez meg kéne a 10-es szintet, aha. Ez a probléma, hát ez a fejlődésünk, gondolom. Meg a csata múltunk, statisztikánk talán. Jaha. Na, hát azért vannak itt szintek, amiket el lehet érni, és akkor bizonyos dolgok feloldásra kerülnek. Akad egy pár még. Na itt vannak a tankok. 46 ezerért megvehetném ezt a Jeepot. És akkor én ilyennel kezdek, vagy akkor beleülhetek? Vagy mit jelent pontosan ez, hogy 46 ezerért feloldom? De aranyos csapatszállító. Wow! Oda kis moci. Ez meg szerintem valami légvédelmi cucc lehet. Azaz, anti-aircraft gun. Tehát ez a légi csapások ellene találták ki. Na jó. Megnéztük, kipróbáltuk a játékot, ez ilyen kis rövid videócska most. Írjátok meg a véleményeteket, hogy szeretnétek ebből még látni további tartalmakat, mert akkor kipróbáljuk a többi nemzetet is. Ugye itt vannak még a... ez most micsoda? Itt vannak még a németek, aztán az oroszok, ezekkel még mind lehet, hogy ez talán pilóta lesz? Mert olyan kis sipkája van neki. Jó, ezeket majd mind ki lehet próbálni, meg a fegyvereiket, tankokat, aztán így lehet menni. Jó, írjátok meg, hogy érdekel-e benneteket, aztán meglátjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma velem, és megnézte ezt a videót, remélem tetszett, ha igen, akkor nyomj egy lájkot, kommentbe pedig írja le, hogy szeretné-e látni a következő, illetve folytatását szeretne ennek a videónak, vagy pedig sem. Jó? Ja, és természetesen, aki még nem tette meg, és szeretne, az iratkozzon fel a csatornára. Nézzen körül, mert most már tényleg nagyon sok tartalom van, nagyon sok témában. Látjátok, még ezt is behoztam, pedig én tényleg nem szoktam ilyennel játszani, ez ritka, de
hát mindent a nézőkért. Jó, köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban, addig jól tegyetek, sziasztok!